az egyik legrégebbi társadalmi missziós szolgálata a Református Egyháznak a telefonos lelkigondozás. Néhány éve oda került a nevükbe az, hogy Skype, internet, hiszen mindezzel kiegészültek, de alapvetően mégis az a legfontosabb, hogy hívhatóak a szolgálat munkatársai vezetékes telefonon, és most már tulajdonképpen éjjel és nappal elérhetőek, kiegészülve az elektronikus szolgáltatásokkal. 1984 őszétől alakult a szolgálat. Annak idején kezdetben csak lelkészek voltak benne, ők alapították. Meg kell említenem dr. Bértót Béla lelkész pszichológust, aki többet magával annak idején az akkori püspök úrhoz, Tóth Károly püspök úrhoz elment, és ilyen nevekkel ékeskedhet maga a szolgálat, akik az alapító tagok közé tartoztak, mint Cseri Kálmán, Gyökösi Endre, dr. Gyökösi Endre, Hantos Jenő nagy tiszteletű úr, Molnár Miklós. Nagy örömlöm szolgált, és hálás vagyok Istennek egyrészt azért, hogy a Kálvin téren lettem elkész, és pont akkor lehettem nekész, amikor elindult ez a szolgálat. Tehát Tóth Károly püspök úr szorítóban volt, amikor tizenakárány lelkész bement, és azt mondta, hogy mi készek vagyunk szolgálni, és indítsuk be. És hogy Isten megáldotta ezt a szolgálatot, azt most így visszatekintve is azt mondhatjuk, hogy igen, hisz ennek már 34 éve. És közben fejlődünk, mind számbelileg is, mind hívás arányában is, most már a 35 ezer hívásnál tartunk. Fiatalokat szeretnénk elérni, és így megalakítottuk a Skype-os lelkigondozói szolgálatot. Ez úgy interneten, Skype-on keresztül működik, de ugyanúgy SMS-en, cseteléssel is. Most megkaptuk a LESZ-től, Lelki Első Segélyszolgálatok Szövetségétől az ingyenes hívhatóságot. 116123 számmal. Ez hétvégén még pluszként működik a mi telefonszámunk a 201-0011 mellett, és ugye a Skype-os hívószámunk a Lelki Gondozás 1 cím alatt, tehát most már három felé kell koncentrálni egy ügyelőnek. Az egész országból hívhatók vagyunk, mind a telefonon, mint pedig az interneten és a Skype-on. Egyenlőre hétvégét tudtuk vállalni, az a non-stop ügyelet. Péntek este 18-tól vasárnap 24 óráig a 116123-on vagyunk elérhetők. Hétközben pedig a református lelki segélyszolgálatban működünk tovább. Az volt a célja, hogy a bajban, a kétségbeesettségben lévő embereken segítsünk, hisz annak idején, amikor megalakult a szolgálat, akkor az öngyilkosságot elkövetett emberek száma nagyon magas volt, ahhoz képest már azért a 30 év alatt, hála Istennek, így statisztikailag is kimutathatóan csökkent az öngyilkosságok száma Magyarországon. Vannak az idős emberhívók, akik egyedül vannak, magányosak, beszélgetni szeretnének. Kedves ismerős nénik, bácsik, már névről ismerjük őket, meghallgatjuk, elmondja a napi kis történetét. Ez az egyik kategória. A másik kategória a pszichiátriai betegek, nagyon nagy számban. Szerencsétlenek ugye nem a kórházban vannak, meg nem ellátásban, hanem otthon általában egyedül egy szobában, jó esetben a családjuknál egy szobában, rossz esetben valahol vidéken, valami házban, gyakran hívnak onnan egyedül. A késő délutáni esti órákban, lefekvés előtti időszakban beveszik a gyógyszerüket, és így nagyon rossz állapotban vannak, tehát még nem hat a gyógyszer, még nem tud elaludni, már nincsen világos, már nem tud tevékenykedni, és akkor hívnak minket. Van ennek a szolgálatnak egy ilyen preventív, megelőző szándéka is, hogy még mielőtt még oda eljutna, hogy találjon egy embertársra, aki mellette van, a szükségében, a bajban is, segít a krízis helyzetben. A szó maga, hogy lelki gondozás tartalmazza azt, hogy a lelki életben megakadt emberek számára próbálnak válaszokat adni.
csak úgy tudnak, ők maguk is, erről meg vagyok győződve, és a saját tapasztalatom is ez, hogy saját lelki elakadásaikban élő kapcsolatot keresnek azzal az Istennel, aki az ő lelküket gondozza és ápolja. És ha ez így van, ha létezik ez az élő kapcsolat, akkor hitelesen tudnak szólni. Ami számomra fontos volt, és fontos most is, hogy miközben a lelki gondozó szolgálat keretében a lelki gondozottakkal foglalkozunk, akkor magunkkal is foglalkozunk, és meglátjuk magunkat, és az ige szemével, Isten szemével, az ő tanításaival szembesülünk magunk is, úgyhogy egyszerre két lelki gondozás történik. Így hirdetjük magunkat, hogy lelki válság esetén emberi, családi, hitbeli, lelkiismereti kérdések megbeszélésére. Amiben benne van az egyházunk küldetése is. Vannak azok a hívások, amik teljesen különbözőek életproblémákkal. Elvált, mi legyen, gyereknevelés, összeveszett a kedvesével, szeretne valakivel megismerkedni, problémája van a tanítónénijével, fiatalok általában párkapcsolati problémákkal, szülők általában gyereknevelési problémákkal, párok általában párkapcsolati nehézségekkel. Ezek egészen különböző hívások. Sok elkóborolt Istennek elkoborolt nyája kerül vissza kapcsolatba, emberi közösségbe, azáltal, hogy esetleg bennünket megkeres, és mi tudunk neki ajánlani egy ilyen jó közösséget egy gyülekezetben. Ez a Gyökösi Endre professzor úr, ez mindig így mondta, hogy mielőtt egy-egy komoly hívásra várunk, vagy mielőtt a szolgálat előtt vagyunk, akkor bemosakodunk, és miután befejeztük, akkor kimosakodunk. Nagyon jó mind a két szó. A lélek jelenlétét kérve az Úrhoz fohászkodva imádkozom a hívóimért, imádkozom önmagamért, és amikor letettem a telefont és elmegyek a saját családomhoz, akkor kimosakodom, hogy ne vigyem magammal azt, aminek a hatás alatt ott vagyok, hanem azt az Úr elé, a lába elé leteszem, és kimosakodok, és aztán megyek haza. Úgy látom egy kicsit ezt a szolgálati ágat, hiszen soha nem tudhatják, hogy a vonal másik végéről éppen ki fog telefonálni, és éppen milyen kérdéssel, milyen nehéz helyzetből hívják őket, mint akik ott vannak a éles lövészeten, és azonnal kell tudni válaszolni. Szoktam nekik mondani, és gyakorlom is, hogy időnként imádságba hordozom ezt a szolgálatot azért, hogy tényleg olyan legyen a szavuk, mint ahogyan a Szentírásban olvassuk aranyalma ezüstányéron, hogy a helyén mondott szó az ott akkor támasztadjon, tovább lépni segítsen, felemelje azokat, akik éppen elcsüggettek és összeroskadtak, életre segítse őket. Az Isten keretein kívül végzett lelki gondozói szolgálat, akkor lesz lelki gondozói szolgálat, ha belülre kerül, mert kint az hiányzik a lelki gondozásból, ami a lényege, és az hiányzik a lelki gondozásból, aki a lényeg. Mi magunk is tudjuk, hogy gyarló emberek vagyunk minden bűneinkkel együtt, de azt is tudjuk, hogy van, aki figyel ránk, gondviselő szeretetével körülvesz. Ez hiányzik abból a lelki gondozásból, ami kívül van. Hiszen erről beszél egyébként az irgalmas samaritánusnak a példázata is, hogy ő meglátta és megrendült azon az összevert emberen az úton a samaritánus, és pont ugyanazt a kifejezést használja itt a Biblia, amit Jézusra is használ, nem egy alkalommal, mikor beteget lát, mikor éhezőket lát, mikor vezetésre vágyó tömeget vár. És hogy fejezi be a példázatot Jézus? Menj és cselekedj te is hasonlóképpen. Tehát nekünk is az a feladatunk, hogy érzékenységet, empátiát, megértést vigyünk bele ezekbe a beszélgetésekbe, és hát ezt megtesszük, akkor magát Krisztust hozzuk közel, hiszen az egyháznak az a küldetés, hogy Krisztust felmutassa, ugye Pál szerint az egyház nem más, mint Krisztus teste. Amikor valakivel beszélgetünk, és azt mondja, hogy milyen jó neki, hogy van egy ilyen hívószám, amit fel lehet hívni, és milyen jól esett a beszélgetés, hát ezek nagyon töltekező dolgok. Amikor jól sikerül egy beszélgetés, egy problémát sikerül valahogy
nem is megoldani, de a megoldás irányába terelni, és kicsit megkönnyebbül, jobban érzi magát a hívó, az megint egy nagy töltés. Úgyhogy én nagyon örülök ennek a szolgálatnak, és reménység szerint, amíg Isten enged szolgálni, addig ezt szeretném végezni. Szeretem azt a jó érzést, amikor a vonal túloldalán valakinek jobb lett az állapota vagy a helyzete. Szeretem, amikor lehet frappánsnak lenni. Szeretek nevetni a hívókkal együtt. Hát szeretem, hogy van lehetőség ismeretlen emberekkel, ismeretlenül egy telefonvonalon keresztül így segítséget adni. Szép dolog az, amikor a szenvedő ember átéli azt, hogy csillapodik a fájdalma. Amikor azt érezzük, hogy leesik a kő a szívéről az embernek. Ilyet azért rendszeresen megtapasztalunk, vissza is jelzik egyébként, hogy most úgy érzem, hogy megkönnyebbültem. Köszönöm, hogy megértő volt. A legtöbb önkéntest ez a szolgálati ág tudhatja maga mögött. Ez azt jelenti, hogy 30-35 önkéntes munkatársa van a szolgálatnak. Új munkatársakra mindig szükségünk van, úgyhogy mindig keresünk, és ha összejön 10-15 fő, akkor indítjuk a képzést. Saját magunk indítjuk a képzést, tehát vannak szakembereink, akik a képzésre felkészítik a munkatársakat. Önkéntesen vállalják ezt a munkát, mert ezt kihangsúlyozom, hogy ezt önkéntesen végezzük. De mindannyian hívő emberek vagyunk. Egy olyan közösséget próbálnak kialakítani, hogy nem titkolják hitbeli hovatartozásukat, nem titkolják azt, hogy igei válaszokat próbálnak adni azokra a kérdésekre, amelyekkel megkeresik őket, és kiderül a hívók számára is, hogy releváns válaszok a Szentírásban lévő igei válaszok, és a munkatársak ezt vállalják. És ami még nagyon jó, hogy a munkatársi gárda az együtt van, lélekben is, szolgálatban is, segítségadásban is. Szóval nagyon örülök, hogy egy kis gyülekezetté lett ez a lelkigondozói társaság. Ez egy teljesen anonim világ, és tulajdonképpen én úgy működöm, mint egy valamiféle vetítő vászon. Nem fontos az, hogy ki vagyok én, nem fontos az, hogy milyen a korom, milyen a történetem, milyen az élettapasztalatom, milyen családszerkezetbe élek, mi a foglalkozásom, csak az a lényeg, hogy legyen egy felület, amire kivetítheti magát az a hívó, aki megkeres bennünket, és volt, aki bennem már látott barátot, látott apát, látott nagyapát, látott hívő testvért. És érezni lehet az Úr jelenlétét mindenképpen. Hát vannak olyan hívóink, akik imát is kérnek. Van egy rendszeresen, most is egy rendszeresen hívó asszony testvérünk. Csak azt kell, hogy imádkozzunk értük. Mert gyorsan elmondja egy mondatban, hogy neki mi a problémája, tudja, most nem a problémára akar beszélni, hanem kéri, hogy imádkozzunk az ő családjáért. És akkor imádkozunk érte. Elsősorban, másodszorban, harmadsorban imádság. Úgy is jöttem ide, azért is vagyok itt, hogy így ezzel tudjak segíteni. Hát az igazán nehéz helyzetekben tényleg nincs más lehetőség. Tehát lehet együtt is imádkozni, lehet együtt csirdogálni, lehet beszélgetni, lehet utána imádkozni. Nem nagyon van máshonnan erő, mert az igazi hívások, azok a hívások, amik ténylegesen ehhez a vonalhoz mért hívások, azok nagyon-nagyon megrendítők tudnak lenni. Tehát ott nincs más vonal erő. Azért gondolom, hogy fontos és nélkülözhetetlen, nem csak azért, mert Jézus azt mondta, hogy szüntelenül imádkozzatok, hanem az imádság nyitja meg a léleknek azokat a láthatatlan csatornáit, ahol mi folyamatosan kapcsolatban lehetünk Istennel a Szentlélek által. Amikor Jézus arról beszél, hogy eszetekbe juttatom, és abban az órában fogjátok tudni, hogy mit kell felelni, mit kell válaszolni. Ha nincs ez az élő, folyamatos párbeszéd, ez a párbeszédes kapcsolatunk Istennel, akkor alig ha tudom elképzelni, hogy csak a megtanult ismereteink alapján, hitvallás ismeret alapján, ige ismeret alapján rögtön tudnánk jó válaszokat adni. Mert nem panelekre van szükség, hanem arra van szükség, hogy az Isten lelkének a rezdülése legyen az, ami hozzásegíti a lelki gondozót, hogy oda tudjon állni a mellé, az ember mellé, aki baj.
valóban van úgy, ahogy neki szüksége van rá.